Sziasztok, D6 vagyok, és ez is egy Minecraftos videó lenne, de most nem a hardcore sorozatot folytatom, hanem kijátszok egy mapot, amit egy internetes webhelyen találtam, majd megadom a webhely címét, és onnan le tudjátok tölteni a mapot, ahol volt igazából még egy map, és majd lehet, hogy azt is kijátszom, de először ezt fogom. Na nézzük. Szabályok, játsz peacefulon, ne csaj, ne üss ki blokkokat, csak clay blokkokat ütheted ki. Jó játékot. Próbálj minél több aranyat gyűjteni. Történet, itt ébredtél, valószínű, hogy nagyon berúgtál, eszedbe jut, hogy valami nem stimmel. Eddig a barátod is veled volt, most meg nincs sehol. Keresd meg, lehet, életveszélyben van. Most azt mondták, hogy a clay blokkokat kiüthetem, szóval megnézem, hát ha... Igen, gondoltam, hogy itt lesz valami. Akkor menjünk is. Nézd egy út, hát ha vezet valahova. Akkor menjünk. Egy idős néni, aki nagyon kajás. XZ. Szia, segíthetek valamiben? Aha, értem. Azt hiszem, tudok segíteni. De cserébe kérnék egy szívességet. Már nagyon éhes vagyok. Tudnál fogni nekem 4 halat? Horgász botaládában van. Hát, akkor fogok 4 halat, de előbb még ezt itt elolvasom. Ha megcsinálod, tedd a ládába és olvasd tovább. Oké. Okay. Először fogjuk ki. Menjünk arrébb, hát ha itt jobb kapásom lesz. Na. Váljunk, hát ha itt lesz. Na, csak ne akadna bele a földbe a horog. Jó, és már csak egy kell, és meg is van a 4 hal. Na tessék, horgászbotot visszaadom. Ó, köszönöm szépen, menj balra tőlem, és ott van egy kocsma, ott biztos tudnál valamit. Ja, és még valami, ez még a fiamé volt, de ő meghalt, neked meg szükséged lehet rá, vedd ki. Ó, hát szükségem van rá, igen. Akkor menjünk balra. És itt van 4 clay, hát ha ezek alatt is van láda. Aha. 3 aranyjal. Szabóra. Hát először benézek ide. Így áll egy sört. Na várjunk, szerintem innen kell. Üdv, miben segíthetek? A barátját keresi? Azt hiszem, láttam. Kis munkáért cserébe tudok segíteni. A vendégek megéheztek, ezért le kell vágni a kinti disznókat. Akkor levágom őket.
kicsit sok ideig fog tartani így, de nem baj. Kardot találsz a ládában, ha megvan a hús, akkor ragd a ládába, ahonnan a kardot kivetted. A kard a tiéd. Ha megcsáltad, olvasd tovább. Nagyszerű. Szóval tegnap este kicsit sokat ivott. Nagyon berugott, és azt mondta, hogy a Szabó hoz valami jó ruháért. Azóta nem láttam, szóval ott keresd. Kint van egy tábla, hogy merre el a Szabó. Gondolom ez lesz akar lenni. Sok sikert, viszlet! Hát akkor elmegyek erre. Végül is erre van a Szabó. Vegyél ki egy minecart. Vasútállomás megálló Szabó háza. Hát már itt van egy minecart. Ja, hogy így. Kocsis János Szabó bármit megvar. Üdv, segíthetek? A barátod hát nem is tudom. De megvan, egy magas fickó, aki nagyon be volt bassza. Hát... ezt most nem tudom majd kisípolni, de hát most szerintem nem baj. Ruhákat vett jó pénzért, aztán kérdezte, hogy hol van. A kovács elmondtam neki, és el is ment egyből. Gondolom, oda ment a kovácshoz, szerintem kérdezd őt. Sok sikert kívánok, viszlát. Jó, hát akkor menjünk a kovácshoz. Kovács erre. Aj, ide nem mehetsz be, tegnap gyilkosság történt. Az elkövető részeg volt, de szerencsére elkaptuk és börtönbe zártuk. Hát azért bemegyek. Ja, nem tudok. Te be tudok. Hát ezeket most kölcsön veszem. Ő nem csináltam semmit. Basszus, el kell mennem érte a börtönbe, de merre lehet? Hát... szerintem arra keresgélek. Szevasz, tudok segíteni? Persze, hogy tudom, merre van. De segítenél? Nagyon meghálnám. Itt van mögötte... nem messze egy búzaföld. Le kéne aratni, ha kész van, gyere vissza és rakd be a ládába. Akkor learatom a búzákat. És felszem a klét, hát ahol alatt a láda. Igen. De elég sok minden van benne. Jó, tessék. Köszönöm szépen, a börtön egyenesen. Van itt egy vasútállomás is, nem messze, azzal menj. Mert a börtön messze van, sok sikert. És sötétedik. Merre van? Egyenesen. Hát, gondolom erre. Merre van itt vasútállomás? Jó, hogy arra? Ajjaj, megy le a nap. Ez nem jó.
vasútállomás. És leakítottam, mert valamiért ilyen bebagosodott hangja van a videónak. Börtön. Csá, haver, jó újra látni téged. Ki kell, hogy szökjünk innen, nem messze innen, a börtön mögött van egy bolt, ahol TNT-ket árulnak. Fizest ki, vagy ha nincs egy aranyad, öld meg, úgyse bírtam azt az ember. Szóval menj ki, vedd meg a TNT-t. Meg. Igen. A gyújtót és robbansd be a cellám oldalát. Utána egyből fuss a házamhoz, ja tényleg. Nem tudod, merre van. Sokan nem tudják, a börtön mögött van. Az is, hogy az erdőben egy kis ház. Sok sikert, Pajti. Aj. És addig beállítom Peaceful-ra, amíg oda megyek. Itt is van arany. Így. És akkor gondolom a TNT-t jössz. Három arany. A gyújtóval együtt tedd a ládába a pénzt, és vedd meg. Vedd ki a TNT-t. Három arany gyújtó. Jó. Így. Na és akkor te házad merre is van? Erdőben egy... Megtead már. A börtön mögött van. Az is. Az erdőben egy kis ház. Sok sikert, Pajti. Oké, akkor hát... Mondjuk ide lerakom. Akkor futok a házhoz, ami igazából nem tudom, hogy merre van. Szerintem, ahol világítás van, ott lehet. Aha, itt van. Haver, köszönöm, hogy nem hagytál cserben. A jutalmad az ágy mellett a ládában van. Gratulálok, és köszönöm, hogy végigvitted a pályám. Készítette Feka Barni 99, Feka Tomi 97. Remélem tetszett. Hát, nem volt rossz. Sőt, jó is volt. Nekem tetszett. Jó, hát, elég jó kis jutalmat kaptam, és ennyi lettem volna mára. Majd következő résznek egy hardcore részt teszek fel. Sziasztok!